Minden családi kedvezményre jogosultnak jár az adóvisszatérítés. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb tudnivalókról beszélgettünk Barlai Krisztinával Adópercek című műsorunkban. A NAV sajtóreferense elmondta, hogy azok részesülhetnek a visszatérítésből, akik a 2021-es év bármely napján családi kedvezményre jogosultak, illetve jövedelmet tudtak elszámolni. Ebbe a körbe tartoznak a gyermek után szülőként családi pótlékra jogosultak, a várandós és várandós nő közös háztartásban élő házastársa, a családi pótlékra saját jogán jogosultak, illetve a rokkantsági járulékban részesülők. Hozzátette, hogy az elvált szülők is jogosultak az adó visszatérítésre, sőt az ekhósok és a katások is. Az ekhósoknak is csak akkor jár ez a visszatérítés, hogyha ők egyébként családi kedvezményre, illetve hát családi pótlékra jogosultak. A katásoknál pedig ugye az 50 000 forintos összegről van szó havonta, hogyha nem katások lennének, akkor alapesetben családi kedvezményt pedig igénybe tudnának venni. Az adóvisszatérítés egyik eszélye a kedvezményt sem érinti, azaz igénybe lehet venni. A visszatérítés ugyanis a kedvezményekkel csökkent adó összegére vonatkozik. Emellett a katások ellátásait sem befolyásolja. Ehhez egyébként háromféleképpen juthatnak hozzá a magánszemélyek: automatikus kiutalással, a 2021-es eszélye a bevallásban, vagy részben mindkettővel. Vannak azonban olyan esetek, mint például a vállalkozásoknál, hogy a hivatal nem rendelkezik az automatikus utaláshoz szükséges adatokkal. Ilyenkor az adózónak kell lépnie azért, hogy még február 15-ig megkapja az összeget. Ebben az esetben arra van lehetőség, hogy egy nyilatkozatot töltsön ki az adózó, ez október végén fog megjelenni a hivatal honlapján. Elektronikusan lehet kitölteni, de hogyha valaki nem rendelkezik ügyfélkapus eléréssel, akkor természetesen ezt papíron is meg lehet tenni, de mindenképpen az elektronikus kitöltés lesz majd az egyszerűbb és a gyorsabb, tehát erre kell majd odafigyelni. Mindezek mellett, ha 2021. január 1-én vagy ezt követően elhunyt magánszemély jogosult volt vagy jogosult lett volna a családi kedvezményre, úgy házastársa vagy örököse kérheti a NAV-tól a visszatérítést. Mint mindig, ebben a témában is kérhetnek segítséget az adózók a hivatal munkatársaitól, de részletes leírást is olvashatnak az adó visszatérítésről, akár konkrét példákkal is a nav.gov.hu oldalon. A teljes beszélgetést Barlai Krisztinával pedig Adópercek című műsorunkban láthatják.